Klímavédelmi workshopot szerveztek Mátészalkán. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és az Integráció a Minőségi Fejlesztésért Alapítvány több mint egy éves előkészítési munkálatok után tavaly decemberben megkezdte a megyei klímastratégia kidolgozását. A legfontosabb célunk az volt, hogy valóban egyrészt felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizony az éghajlatváltozás okozta problémákkal foglalkozni kell, ezekre a problémákra fel kell hívni a figyelmet, és a figyelem felhívása után, egy helyzetelemzés elvégzése után bizony meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyekkel ezeket a problémákat orvosolhatjuk. Ennek a célja magának a platformnak a létrehozása is, illetve a problémák megoldásának a célja. A projekt 18 hónapon át tart, ez idő alatt számos a Mátészalkaihoz hasonló munka megbeszéléseket tartanak. A rendezvényen elhangzott, először mikrokörnyezetben kell elkezdeni a változásokat, és főleg a fiatalokat érdemes megszólítani. A civilek ma már egyik folyamatban sem hagyhatók ki, így van ez az erdőgazdálkodás és a mezőgazdasággal is. A legfrissebb technológiák megismerése, a fiatalok felé történő üzenet, mármint az, hogy az erdők oxigént termelnek, széndioxidot kötnek meg, megfelelő klímát biztosítanak esetleg egy vegyes gazdálkodás esetén, megfelelő alapanyagot jelentenek, biomassza fűtőművek, kisközösségi fűtőművek, önkormányzatok, magánemberek számára, ez mind-mind az az üzenet, amelyben a civileknek és a fiataloknak is részt kell venniük. A rendezvényen Ferú István egy különleges növény, a smaragdfa fontosságáról tartott előadást. Ez a gyorsan növő, 27 hasznos tulajdonsággal rendelkező fa a 21. század növénye, tette hozzá. Egy telepítés után 3 alkalommal, 8 évente újra sarjad, így 24 évig hasznosítható. Nagy gondolati és paradigmaváltást kellene beiktatni az agyunkba. Mindenki azt mondja, hogy a széndioxid az kvótát csökkenteni kell, mert ezzel tudunk előrelépni. Mi azt mondjuk, hogy a széndioxid nem kevés ezen a földön, van egy növény, amelyik ebből él. Tehát sok fát kell eltelepíteni, a széndioxidot feldolgozza, átalakítja a vízzel együtt fává, és ebből a hasznait azt lehet élvezni. És ez azt is jelenteni, hogy ez a nagy széndioxid felvevő és oxigén kibocsátó növény, ezt kérem szépen az ország tüdejét is képezhetné Szabolcsba, Borsodba, ha nagy telepítések lennének. Nemrégiben egy energiatechnológiát fejlesztő cég olyan gépet alkotott meg, amellyel széndioxidot juttathatnak be a smaragdfákba, így naponta akár 4-5 cm-t is képesek nőni.